napot kívánok! Lassan elérkezett az évnek az a szakasz, amikor bármilyen blues-t vennék magamra, blues-ot, magyarul. Úgyis bevándorlónak nézek ki. Ez a fehér hajammal, a kreol arcommal. Ugye? Tehát én nem szeretek felvételeket készíteni csak úgy, hogy készítsek felvételt, meg hogy mit tudom én, mert milyen szépeket, sokosokat mondok, hanem vagy hogy én lássam magamat a kamerába, így most ilyenkor mindazt kell nézzem. Tehát, hogy jó azért, hogyha az ember, amikor megszólal, akkor fontos dolgot mondjon, lényeges dolgot mondjon. Főleg ma, amikor mindenféle, izgató szereknek nevezhető jelenések vannak a médiában, tehát az internetes médiában. Tegnap láttam, hogy véletlenül rámentem egy YouTube-ban egy ilyen felvételre, és egy ilyen kis hebehúrgya fiatal srác, ott egy kicsit vagánykodott jobbra-balra, között, hogy arról, hogy most, tehát ez a tavaly készült videó, amikor éppen választási kampány volt a fővárosban, hogy állítólag ő jobboldali, nem tudom, hogy mennyire és miért, mert én megszoktam, hogy a jobboldaliak azért úgy komolyabbak, s úgy mérsékeltebbek, és azért úgy megfontoltabbak. Tehát ez nagyon ott vagánykodott, csoda megy, egyszer, hát az előtt ott mindenféle, most nem akarok belemenni, milyen képek voltak, s róla, s vele, hogy szerepelgetett, oda megy Puzsér Józsefhez, én is nem, Puzsér Roberthez, aki nála vagy két fejjel magasabb, tehát akkor a srác nagyon kicsi lehet, és ez elég röhese volt, hogy a mikrofont oda dugta, mint hogyha a bácsinak, nagybácsinak dugta volna, ami a Puzsiróra alá szanyja, hogy hát ő úgy tudja, s azt hallotta, s azt olvasta, hogy Puzsért manipulálja ez a Krisztián, mit tudom én már elfelejtettem, ez aki szintén beállt választási kampányban. Hogy lehet ennyire ostoba valaki? Kérdem én. De Puzsér nagy nyugalmasan azt mondja, hát ez a kérdés annyira jogos, mint hogy azt állítanák, vagy azt kérdeznék, mintha az lenne a terítéken, hogy ő manipulálja és irányítja a Gyurcsány Ferencet. Tehát a nyerővel azt is lehet mondani. Még ráadásul mérsékelte, nem is küldte el a fészkes fölébe a gyereket. Na szóval ilyen videókat nem érdemes csinálni szerintem. Lehet, hogy van erre közönség, és lehet, hogy az... De az nem jó senki. Tehát hiába, hogy van közönség erre, mert nem jó az senkinek sajnos. De rengeteg van. Tehát rengeteg bóli, értéktelen, értelmetlen vagánykodás van. Aztán, hogy ez mennyire hoz pénzt valakiknek, én nem tudom, mert nekem sok pénzt nem hoz, az biztos, de semmit nem hoz az, hogy videókat készítek. Még reklámfogásnak sem jó, mert elég komoly dolgokat mondok ahhoz, hogy az embereknek bátorsággal legyen horoszkopot készítetni velem, nem tudom. Na, tehát jön az embernek, hogy hát valószínűleg azért készítem, amiért költő lettem valamikor, nem? Úgy éreztem, hogy van mondani valom, és most is úgy érzem, hogy van mondani valom, sőt felkérést is kaptam. A YouTube-on írta valaki, hogy szeretne, hogyha írnék, vagy beszélnék a patkány évéről, és ezzel egyúttal persze, hogy nem kikerülhetetlen, hogy a polaritás törvényéről és a polaritás törvényéről és az árnyékéről is föltétlenül beszélnem kell, mert itt óriási tömegben mindenütt az árnyékén vigyorog ránk minden ünnep, mind az ördög, ugye? Hát annyi kettőség van, hogy ez nem igaz, tehát jogos volt és helyes a felvetés, illetve a felkérés. De még valami más felkérést is kaptam a régi barátnőmtől, tehát csüdöm
Lindától, talán a koronavírussal kapcsolatosan, már nem tudom, hogy még mondanám el, hogy mit tudok, mit gondolok, illetve hogy milyen magatartás, milyen alapállást, hogy mondja Hamvas Béla, jó felvenni ahhoz, hogy ne essen bajunk. Nem csak nekem, hanem még, hogy mondjam, azért én szeretném, hogyha minimum, de minimum azoknak, akiknek már horoszkopot készítettem, hogy baja ne essen, és különösebb baja, úgymond, de nem csak, hogy ne fertőződjön be, ezt elvárom koronavírussal, úgymond, hanem nagyobb sors problémája ne legyen. Ugye, akinek komolyan értelmeztem horoszkopot már rendes, megrendelt értelmezés keretén belül, mert úgy is volt sajnos, a kiegyenlítődés törvénye úgy látszik működik, hogy rég történtek ezek a dolgok már, hogy régi barátaimnak értelmeztem horoszkopot, és mivel, hogy ők úgy vették, hogy na ez egy ilyen kis faxni a részemről, vagy egy ilyen múló betegség, az asztrológus a metafizika, vagy nem tudom, hogy miért, vagy hogy na jó, hát ez Szilárd, ő Szilárd, csak ők az, akit őt megismertek, megszerettek, de most itt valamiért ebben nagyon-nagyon nagy dolgot lát, de ők megmaradhatnak ugye az ők álláspontjaiknál és nézeteiknél és addigi magatartásaiknál, stb. És az élethez való viszonyulásaiknál, és nem ért semmit az értelmezésem. Tehát elveszett valahol az életük ahhoz képest, hogy milyen ideálokkal indultunk annak idején az életbe barátságainkkal együtt. Na, tehát van, amikor ez nem használ, hogyha az ember a szükséges, tehát ez az igazság, hogy azt is tudom, hogy hiába mondom, de remélem, hogy való máskor meghozzák az áldozatot a hallgatóim. Tehát olyan nincs, hogy valamit használni tudjál, amiért valamit nem áldoztál volna. Nem anyagilag föltétlenül, és nem, hogy mondjam, tárgyban adjál neki, vagy mit tudom, szeretetben, mert azt kapok, remélem, hanem, hogy te magad ott belül, hogy valamiféle áldozatokat hozzál, hogy a mindennapi, hétköznapi életedben. Tehát, hogyha áldozatot nem hoztál azért, hogy egy információt, amit hallottál tőlem, beváltsál a hétköznapi életedben, illetve kipróbált, hogy az jó-e, működik-e, úgy van-e, egészségesebb leszel-e tőle, pároddal jobb viszonyban leszel-e, mit tudom én, a gyermekeddel, hogyha éppen gond van, jobb viszonyban leszel-e, stb. Hát itt sajnos ebbe a témában nem adok, mert nem tudok adni, mert nem szeretek, mert hazugságnak látom ezeket a konfliktuskezelő és mit tudom én milyen érzelgős és pszichológiai huncutkodó, ravaszkodó, manipuláló megoldási lehetőséget én nem adok. Én általában szoktam mondani, hogy egyenesnek kell lenni, nagyon vállalni kell az esendőséget, vállalni kell a konfliktust föltétlenül, és megnézni, hogy milyen információk kerülnek felszínre. Már eleve elkezdem manipulálni vonatkozó nem konfliktust, hanem dialógust. Azért iszom ilyen lassan, mert sajnos ez nem vettem észre, és forró teát osztani. Lányaim előkészítették, és... Na, a lényeg itt az, hogy meg közben az jutott eszembe, most már elnézést, ha szünetet tartottunk, akkor legyen szünet, hogyha lúd legyen kövér. Közben vakartam a fejemet, és eszembe jutott, hogy ilyen homokszemcsék vannak a hajamban, hogy tegnap felfedeztük a nagyszerű strandját Endrődnek, hogy egész életemben én ilyen vizekre vágytam. Hát, ha akarok, kimegyünk a körösre, ott az a nagy, hömpölygő, hatalmas víz, az
fantasztikus élmény, de mondjuk azzal a veszélyen jár, hogy levisz az ember, és valahol meglátott, hogy a buzótosba hogy tudsz majd kimászni, partok elég sűrűn be vannak nőve buzóttal, és nem is mindig alkalmas arra, hogy kigyere belőle. Nem tudjuk, nem olyan gyors, nincs olyan, nagy, nem, nincs olyan gyorsodrása neki, de nem is olyan lassú, mint mit tudom én, a Tiszát láttam ott valamikor, fölöttem a Tiszába. Tokaj mellett valahol valami B betűvel kezdődő faluba vagy hol. Hát ott nem tudtad megmondani, hogy erre megy a Tisza, vagy arra megy a Tisza. Olyan lassan folyt. És így tovább, tehát nagyszerűek ezek, a nagy vizek, ezekben kívántam én fürdőzni minden egész életemben. Itt meg egy holtág van, de ez csodálatos ez a kisváros, ez a Gyumendrőd. Tehát van egy nagyszerű termálfürdőrendszere, amiben van viszont úszómedence is. Ugye van a gyermekeknek külön, de nem úgy, hogy tehát olyan, hogy gyermekeknek, felnőtteknek is, kamasz gyermekeknek is. Egy jó nagy medence. Az úszóknak külön medence, az már nem olimpiai méretű, de mindegy, és így tovább, tehát mindenféle buzgáns, hogy hívják, mely szépen magyarul ki van írva, nem merem mondani, hogy jacuzzi, most mondom, valami magyar neve van ennek is, tehát nagyszerű ez a Gyumendrőd ilyen szempontból, most mondom, a tegnap végülis egy olyan strandon jártunk, Endrődön, ami most már a legjobban tetszik nekem. Annak ellenére, hogy azért mentünk oda, mert azt hittem, hogy élmény, hogy mondják, csúszda van, mint Hajdúszoboszlón, pedig dehogy. Sőt, az élmény csúszdán kiderült, hogy de az ilyen felfújható gumi, vagy nylon, mit tudom én, alakzatokból van összeállítva, és az elég drága. De azért kipróbáltuk, feláldoztunk egy 1000 forintost, hogy megengedték, hogy kettő-kettő lecsúszon rajta, végül is kiderült, hogy Medárdon nem sikerült kétszer, tehát ő időben mondta, hogy kettő, mit tudom, 5 percet ad, akkor, hogy jöjjünk, menjünk is kétszer, ha tudunk, csúszunk le ott. Na, Réka volt a legélelmesebb, egyre sportosabb lett mostanában, mindegy, tehát ne locsogjak én sem, csak mondom, hogy nagyszerű itt Gyumendrődön. Annak ellenőre, hogy itt is látszanak úgy a koronavírus, hogy mondjam, veszélynek és örületének a... De azt el lehet viselni. Még bemész az üzletbe, és kijössz onnan, addig maszkot feltehetetsz, készen van. Na, a lényeg az, hogy dupla vagy semmi, ugye? Tehát az ikreknek. Nekünk is ikreink vannak, tehát a patkány éve az az ikreknek felel meg. Hát sajnos azt nem készítettem rajzot erről, de úgy kell elképzelni, hogy van egy kör, ugye, belül még egy kör, és felosszuk az egészet, úgyhogy kos, bika, ikrek, rák, oroszlán, stb. És akkor a megfelelések úgy vannak a kínai asztrológiával, tehát egy ilyen analogikus, spirituális, szubtilis analogikus megfelelés van, hogy a kosnak a kutya éve felel meg, a bikának a disznó éve felel meg, az ikreknek a patkány éve felel meg, a ráknak a biva éve, az oroszlánnak a tigris éve, ez logikus, nem? A szűznek a macska, vagy a nyúl éve, nem tudom, ebből miért csináltak kettőt, és így tovább. Mérlegnek a sárkány az nagyon fontos, és a kígyónak a skorpió, illetve a skorpiónak a kígyó, és nyilasnak nyilván, hogy a ló, nem? Hát akkor már menjünk végig az egészen, tehát akkor a baknak a kecske éve, a vízöntőnek a majom éve, és a tyúk, bocsánat fordítva, tehát a halaknak, ugye, a halaknak a tyúk vagy a kakas éve. Melyiket veszed. Mind a kettő nagyon jellemző. A kakas az éberség, ugye, mert az éberség elérési konstelláció. Éberség nélkül nem lehet megváltódni és boldognak lenni. És a másrészt meg a kotló, ugye, aki kikotolja, tehát az remetéskedés háza felel meg a 12-es háznak.
is az ember magába figyel, a magjára figyel, magomra, az önmagamra, az önmagomra, az isteni önmagomra, ugye? Na ez a kínai asztrológia és az európai asztrológia közötti analogikus kapcsolatrendszer, és ilyen szempontból tehát a patkány éve az ikreknek felel meg. De a dolog nem olyan egyszerű persze, hogy most egy az egybe azt lehessen mondani az ikrekre, amit el lehet mondani, ami le van írva a patkány évéről, és az sem igaz, hogy ami az ikreknek. Az ikreknél le van írva, az egy az egybe ugyanaz a kínai patkány événél. Nem, azért vannak különbségek, de a lényeg való ugyanaz. Tehát kettőségekről van szó, az árnyékénről van szó, hogy egy kicsit a tarotra is menjünk át, a 19-es kártya felel meg neki, ami a nap ugyan, de a nap kártyája, de a napnak van egy mögöttes és sötét napja is, ugye? Hát az árnyékénünk, ami a karmánk, a karmánknak a gyűjteménye, a napnak a középpontjában az a sötét pont, az a karmáink, több konstelláció szerinti karmánk, ugye? Tehát ott is van a kettőség, akinek a tarotban az jön ki, az nézze meg, hogy az árnyékéntől, hogy meg kell szabadulni, vagy nem, és hogy néz ki az árnyékénye, és így tovább. Például nekem kijött a napokba, el kellett menni a babákkal a Szegedre, megint potyára mentünk egyébként, nagyon érdekes ez is. Jó, sőt, pont ez az érdekes benne. Kijött, én mindig, mikor megyünk valahova, azelőtt kártyát vetek, egy alkalommal nem vetettem, és akkor bejött egy érdekes baleset, ami nagyon tanúságos volt egyébként, szerencsére senkinek nem lett baja, de nagyot változtatott az életemben. Most erre nem akarok kitérni. A lényeg az, hogy kijött ez a 19-es kártya, és kérdeztem magamtól, hogy vajon miért jöhetett ki, mit akar ez jelenteni, milyen kettőség van benne, milyen ambivalencia, mi a sötét árnyék oldal az egésznek, hogy van. És nem csak arról van szó, mert az első látásra persze nem szívesen vettem régebb, de most már nem érdekelt, most már élveztem, hogy mehetünk. Ezért ejtett gondban, ugye, hogy mi a jelentése neki. Tehát rájöttem, hogy nem arról van szó, hogy igazából, hogy nem tetszik nekem, hogy kell menni és vinni a babákat. Már megszoktam, hogy vannak ilyen kellemetlen dolgok itt Magyarországon, de végül is furcsa ez az egész dolog, hogy itt minden le van szabályozva, csak éppen azt hagyják ki abból az egész játékból, és az úgy jó, mert az emberek azért hozzászoknak ahhoz, hogy szabályosan viselkedjenek valamennyire. Ugye, hogyha átmész a határon az autóval, Nagyváradra, és Nagyváradon túl iszonyú, hogy mennyire fegyelmezetlen vezetés folyik ott, és mennyire fegyelmezetlen, és mennyire veszélyes ott menni. Például a Várad, Nagyvárad, Kolozsvár szakasza, még akkor is, hogyha kikerülöd a gyalunál, felmész az autópályára, arra a kis rövidre, de utána is leszállsz arról is, és ott aranyos gyéres alatt, ugye, vásárhelyig nagyon veszélyes. Na, tehát fegyelmezetlenség. Jobb azért a szabályzottság, és jobb, hogyha az emberek cűzártan viselkednek. Csak azt kellene még betenni itt Magyarországon, hogy azért fenntartva a lehetőség a tévedésre. Mert minket, mi ennek az áldozata lettünk, hogy ezek a magasfokú kormányhivatalnokok azt képzelték, hogy ők tévedhetetlenek, és akkor nagyon-nagyon durván betartottak. Persze ennek megint volt spirituális, karmikus háttere is, főként a Viola részéről, mindegy, erről ő beszélt, erről készítettük egy egész nagy felvételt, ugye, hogy miért kellett vele megtörténjen az, ami megtörtént például nem csak a kórházban, ugye, hanem hogy nem adták meg az alapellátást 5 hónapon keresztül. Valahol az ő félelmei megtestesültek. Tehát ezek a tévedő kormányhivatalnokok
De ez őket nem menti fel, ezeket nem menti fel, és soha nem menti fel azt, aki megcsinálja neked a bajt, azt nem menti fel, hogy az a baj neked kell, hogy tükrözzön valamit. Föltétlenül. Tehát na, nem is jutott, most már ki is ment az eszembe, hogy mit is jelentett, mit szedtem ki, hogy mit jelentett az a... Ja igen, hogy a teljes hitet kéri tőlem ez az út, hogy nem lehet semmi baj, és Violának is megmondtam, hogy tőle is ezt kéri, nincs semmi baj, nem történhet semmi baj velünk, tiszták vagyunk, mit tudom én nem ittam már alkoholt két hónapja körülbelül, meg áttértem majdnem teljes vegán táplálkozásra, nyugodt vagyok, a koronavírus miatt egyébként is nagyon-nagyon elkezdtem magam fegyelmezni, és nagyon mély meditációkban belemenni, és ő is valamennyire most már megnyugodott, tehát hogy nem. Tehát azt jelezte nekem az az ikrek kártya, az ötös pozícióba tehát, hogy ez az út az, amikor a két személyiséget egybe kell olvasztani. Tehát most már nincs ilyesmi, hogy jó, persze én asztrológus vagyok, metafizikus vagyok, de azért megyünk valahol és bármi. Ja igen, valami pót, alkatrész valami az autóból is hiányzott, igen, aminek semmi köze az autó üzemeléséhez, persze. És azt viszont, tehát félre kellett tenni, hogy amiatt esetleg, na ne talán megállítanának a rendőrök, és pont azt rákérdeznének, és azt megkeresnék, akkor nem tudom, hogy milyen baj lehet belőle. Tehát ilyen nincs, nem lesz semmiféle baj. Igen, a szabályzat annak a valaminek az létezését ott előírja, jelzésről van szó, ugye, de nem most ebbiatt, hogy bajunk legyen, ilyen nincs. És egyáltalán semmi bajunk nem lesz többet, és soha nem lesz többet. Soha, ahova mi megyünk, hogy mi gyermekeinknek és nekünk, mert ott volt a két kicsi siker, ugye, és nagyon hosszú útra mentünk. Számomra legalábbis az még ezzel a, még nem szoktam hozzá, és itt nem nincs a miért járkáljak annyit az autóval, ugye nincs olyan életem, hogy én azzal sokat járkáljak, hogy hosszú utakra hozzá legyek szokva, de nagyon jól megjártuk. Na, tehát ez az, amikor az öntudat és az én tudat, tehát ahogy elmondtam Guangirának is, hogy nem csak kettő én van, tehát hogy van egy az isteni éned és egy a nappali éber éned, hanem van még a karmikus éned is, és arra azzal senki nem számol sajnos. Ez a nagy probléma. Sőt, a karmikus énbe, hogyha beleül az árnyékén, ugye, akkor van négy darab éned. Meg két mit, ott aztán sokszorozódik az egész, és akkor itt vagyunk az ikreknél, illetve a patkány événél. Tehát van egy olyan legenda, egy olyan kaukázusi legenda, hogy Buddha, az örök Buddha, tehát nem Gautama Szidhártha, magához hívja az állatokat az állatövből, tehát ennek allegorikus, spirituális jelentése van, és tehát a sorrend nagyon fontos, hogy nem a tigris, vagyis nem a ló, gondolnád, hogy a ló érkezik meg legelőször, nem? Nem a ló, de nem is a tigris, még csak nem is még milyen futóállat van ottan. A kecske, vagy mit tudom én, érkezik meg először, hanem a patkány. A patkány érkezik meg először. Utána meg a kígyó, kérem szépen. A kígyó, aki csak csúszik, mászik, nehezen, stb. Nem tudom, hogy a gyík vagy a sárkány az hányadik. De ezen én kezdtem gondolkozni, hogy mi az ördögér. Jó, hát a skorpiót értem, hogy... Nem csak az, hogy kicsi, de hát én a skorpiónak születtem, skorpió karmával, hogy az alattomos és az sötét állat, az mit tudom én, de miért a patkány? Hát az elég jól fut, ahogy én láttam. Miért? És akkor későn jöttem rá, hogy a kérem szépen a patkány, vagyis az ikrek, az sokkal nehezebb konstelláció, mint a skorpió vagy a kígyó. Tehát, mivel ott vannak a kettősségek, ugye, és a kettősségeket nagyon-nagyon nehezen lehet felszámolni, illetve pozitív tulajdonságá és képességé átalakítani. Például, hogy megtessék érteni, miről beszélek, a
nagy tüdőbetegségek, a kaverna meg ilyenek, tehát amikor kiukad az embernek a tüde és élet, még a bőr és a hátán. Nekem írt olyan horoszkópot, rendelt olyan orvosnő, aki leírt, hogy ezért hagyta ott a szakmát, aztán átment ilyen látogatónak, amit nem szeretek egyébként mindegyiket, mindenkit igyekszek visszatéríteni tőle a pályára, mert hogyha már eljött hozzám, nem, akkor már azt jelenti, hogy felébred benne valami spirituális öntudat, és én közben az a dolgom, hogy felébresszem benne, akkor tehát gyógyszergyáraknak ne dolgozzon az, akitől nem horoszkópot készített. Na, nem csak így, nem csak erről van szó, többről van szó, de most nem akarok ebbe belemenni. A lényeg tehát az, hogy, hogy az ikreknél azt szokták mondani, hogy a mélységeit nem meri és nem tudja felvállalni. Ugye? Miért mondom, hogy tüdő? Mert hozzá tartozik. Kettős szer, ugye? Két tüdőlebenyünk van. Nem tudom, hogyha nem tévedek, még hátsó és első is van, nem tudom. Már elfelejtettem. Tehát a lényeg az az, hogy kettős szer, kettőségek is. Egyébként nem fáj a tüdőbaj, azt mondják, ugye, csak persze, hogyha köhögni kell, az nagyon rossz, vagy hogyha ottan viszket benne a tüdő. Én tudom. Na most nekem is van egy csomó együttállásom a horoszkopomban, és a Lilitem az pontosan az ikreknek megfelelő hármas házban van. És kérem szépen, egy éves koromig, ezt édesanyám mondja, ötször voltam vírusos tüdőgyulladásban. Tessék elképzelni. Anyámnak milyen kettőségei lehettek ott az apámmal szemben, az apjával, saját apjával szemben, meg minden. Na, tehát a patkány éve, ami most van egyébként, azért veszélyes, és azért problémás, és azért jelent meg a vírus korona, koronavírus, és még fognak egyéb furcsa és érdekes dolgok megjelenni ebbe az évbe, mert az embereknek ezt a kettőségtudatát, ezt az árnyékén által való uraltságát megtestesíti. És hirtelen eszembe jutott, bármennyire is haragszanak rám ezért az egyesek, illetve a legtöbben, de mégiscsak, hogyha jól emlékszem, Orbán Viktornak a skorpió karmája mellett van egy ikrek karmája is. De már nem tudom, hogy szintén patkány évében született, vagy a sárkányfarka, mert a Lilitje skorpióban áll, az biztos. Most eszembe jutott, hogy mennyire megtetszett, és ez karmaoldás, nem tudom, hogy honnan veszi. Hogy bátran megmondta ő most az európai csúcson, hogy a holland miniszter, nem tudja, hogy a holland miniszterelnök őt személyesen miért utálja, vagy a magyar népet, de hát ez már röhelyes, amit csinál. Tehát vége a politikai korrektségnek, hál' Istennek, és nyíltan beszél. Tehát ez azért becsülendő dolog, nem? Főleg, hogyha tényleg valahol neki ikrek karmája is van, és ez... De ezt politikában egy nagyszerű áttörésnek látom. Én, hogy végre beszéljünk tisztás, nézzünk, szokták mondani, görbén, és beszéljünk egyenesen. Tehát, na most mivel, hogy nem mindenki, és nem minden politikus van az ő alapállásában, ezért rengeteg az átverés. Hát tessék megnézni, az Amerika az ikrekhez tartozik, mert konstellációk ikrekhez tartoznak. Konstellációk, nemzetek vagy a nagy államok be vannak sorolva, hogy milyen alapján, ne tessék kérdezni, nem tudom, meg kell kérdezni Kalló Jenőt. Sajnos nem tudtunk összebarátkozni, mert erre abszolút nem mutatott semmi jelt. És utána rájöttem, hogy miért, mert oroszlán a Lilitje, és még a szűz is a Lilitje, tehát a sárkányfarka is a Lilitje, nem hogy szűz, hanem ott közelében van neki. Most már nem is tudom, hogy a szűz, hogy a Lilit, vagy a sárkányfarka van a szűz és az oroszlán határán, de még az oroszlánban. Ugye, tehát van neki valamiféle, és dupla ilyen oroszláni problémája, tehát szintén kettős tudat, kettős személyiség tudat. Na most ez nem jelent schizofréniát. Ez a kettős tudat, bár szélsőséges esetben lehet belőle schizofrénia is,
Ez egyszerűen az, hogy, hogy amit Janusz arcnak neveztek annak idején, a, nem is tudom, talán a görög kultúrában is megjelenik ez a, ez a kettőség, ugye, mint a zsidóknál, hogy, vagy a kínaiaknál, ugye, hogy, hogy mosolygó arc, és közben hátulról ledöfne, vagy mit tudom én, mit csinálna veled. Nem minden kínai, de van egy ilyen motívum is az egészben, de hát a magyarokban is van, nem? Hát aztán hunor és magor ivadékai vagyunk, igaz? Tehát Magyarországban aztán nagyon megvan ez a kettőség. Úgyhogy én csodálkozom, hogy, hogy mitől oldódott, hathatott fel, vagy, vagy nagyon-nagyon jól csinál, vagy, vagy az ellenzék is csinál amit rosszul, tehát Gyurcsány annyira polarizálta az egészet, és maga köré vonta az ellenzéket, hogy, hogy tényleg a baloldalt, hogy tényleg csak, meg még azért is befertőzte a Jobbikat, ugye, hogy, hogy azt most már nem, nem lehet bennük bízni, és röhes az egész, amit csinálnak, és csak a kimondottan a gonoszak, akik még hisznek bennük és élvezik, ugye, akik maguk is olyanok, mint Gyurcsány, de tehát Magyarországon most, mintha tényleg csendesebb és idők járnának, mivel mintha megkomolyodott volna a nemzet valamennyire. Tehát amikor ezek nem banzályoznak, nem fogom én végigbonnani az egészet, hatázíts a többieket, de kérem szépen tessék megnézni, hogy még a széke autonómia kérdésében is milyen szépen azért, hogy mondjam, egyetérte tudtak érteni a jobboldaliakkal, sőt, talán még az egyes híresztelések szerint, vagy mit tudom én, ilyen-olyan interjúk vagy műsorok szerint, még a jobboldal, tehát Orbán Viktorék nem voltak azok, akik a magaslat csúcsán álltak ebbe a gyűjtésbe az autonómiáért való aláírás gyűjtésbe. Na, tehát azért furcsa és örvendetes és egyelőre boldogító számomra, hogy a magyar nemzet nem szenvedett tőle a rá is jellemző egyébként kettősségtől, ugye, a magyar karakterre, hogy úgy mondjam, de Amerikában aztán most már látszik. Hogy tessék megnézni ezt a Kína és ő között, Kínát nem néztem meg, hogy hova tartozik, de őket rég tudom, hogy az ikrekhez tartoznak, kérem. Hogy ők csinálták meg a koronavírus, de át is csempészték, vagy valahogy átvitték Kanadába, ott is laborban kísérleteztek, aztán átkerült Kínába, de hogy miért pontosan az ellenség kezébe, aki most már teljesen mindegy, hogy Kínába csinálták meg, vagy azébe, vagy, de nem, most már világos mindenki, a legtöbb legalábbis tudósítás erről, arról szól, hogy, hogy Amerikában, Philadelphiában, vagy hol milyen, nem tudom, milyen szuper angol kifejezésű laboratóriumokban. Azt tudom, hogy India például szintén az ikrekhez tartozik egyébként. Na, hát ott van a nagy-nagy szeretet, ugye, nagy-nagy szeretet, közben a lányokkal mit műveltek, és a születendő lányokkal, ismerjük a mizériát, hogy, hogy kétségbe voltak esve az apák, hogyha a lányok született, mert azt ki kellett staférongozni, és a lány az a családnak a nyomorba döntését jelentette, főleg, hogyha többen születtek, és a fiúk meg a munkaerőt. Tehát jöttek prédikálni a nagy szeretetről, és tanítani a nyugatot a nagy szeretetre, és közben otthon Isten őriz, hogy mi volt. Erkölcsileg tehát, ugye? Hát az milyen erkölcs? Hogy a lányokat után, sőt, megpróbálták abortálni, meg mit tudom én, szóval egyáltalán gyűlölni, és másodrangúni, és harmadrangúnak nézni, és így tovább a nőket, a lányokat. És közben a szeretet principium, a női principium, ugye? Na, de ott is volt most probléma épp elég, koronavírus kapcsán, de hát ott mondjuk nem csodálkozik az ember, mert azért annyi szeretet van, s olyan kevés fény, hogy aztán szemét is van elég, és nem akarok megsérteni senkit, de egy csíkszeredali leány kamaszkorában beleszeretett Indiába, mert ott volt jóga, ugye, Csíkszeredában, s ő neki az álma az volt, hogy elment Indiába, és aztán írt egy könyvet, és a végén a könyvben olvastam a itt a bemutatót, vagy valami részletet belőle, mert nem vettem én meg, hogy,
hogy hát az első, ami meglepte, amikor megérkezett, nem tudom, Delhibe vagy hova, repülőtére, hogy iszonyú bűz fogadta. És nem tudta, hogy mi és honnan, de rendesen, úgymond klozetca. És nappal derült ki, mert éjszaka este érkezett meg, hogy a repülő, nem tudom mikor járt ő a repülő, hogy hogy kellett ott járni a repülő, vagy ott aludt, aztán onnan indultak tovább, vitték tovább reggel busszal valahol. Ugye a repülőtér környéke, ami üres terület, az teli volt kakálva. Tehát oda dojtak a környékbeliek. Na, ugye megismerjük a volt elnöknek is a mozgalmát, hogy takarítsuk meg Indiát, és fogott egy veszőseprűcs, kezdett seppelni ott az utcán. Tehát itt nem is a kettő, én nem tudom, hogy mennyire a kettőségek miatt volt nagyobb baj majdnem, mint Kínában, hanem ott azért tényleg a kosza piszokság az mindenki, aki onnan járt, az nekem azt mondta, hogy szép és jó és kedves, és tényleg megható az egész minden, de nagyon sok a mocsok. Na, ez van abban az országban is, ahonnan eljöttem, ugye, most már erre nem akarok kitérni, tehát nem csoda, hogy Romániában úgy megnőtt a koronavírussal fertőzöttek száma, mert az azt jelenti, hogy valahol az emeleten is, a gondolkozásban, a mentálisban hiányzik a fény, hiányzik a spirituális fény. Mind lehet szeretet, hogyha az tiszta korrupció fény nélkül, nem? Fény nélkül a szeretet korrupcióvá válik. Rothadássá, bomlássá. És itt akkor, ha már kettőségeknél vagyunk, ugye, tehát a patkány éve, ez ezt jelenti? Hát az is eléggé szennyes állat, nem? Ha milyen intelligens, azt mondják, hogy talán az a legintelligensebb állat a Földön, de milyen szennyben él, és mocsokban, kanálisokban, stb. Na, tehát az ikrek az nagyon-nagyon-nagyon veszélyes konstelláció karmába, mind így, hogy, tehát úgy is, hogy valakinek a sárkányfarka vagy a lilitje az ikrekbe kerül, vagy hogy a patkány évében születik, iszonyú nehéz, a feleségem is úgy született, iszonyú nehéz ettől az árnyékényétől megszabadulni. Rettenes lesz volt, komolyan mondom. Ő is szenvedett tőle, de én is szenvedtem, de még a gyermekek is szenvedtek tőle. Egy darabig. Na most már, hogy vége neki, teljesen más az életünk. De más, teljesen. Na, nem könnyű, nem könnyű, mert ott van mindig, amilyen karmája van éppen az embernek, olyan formájában, neki nyilas formában, még mit tudom én, még mi van ott, már nem emlékszem. Igen, hát a halak persze az még mélyebb, tehát a megváltás ellenes, és a 8-as házban iszonyú nehéz volt. Na, ez nem azt jelenti, hogy amit mondott közben, az nem volt autentikus és hiteles, mert az volt, mert kínlódott magával is rengeteget. Néha belebetegedett a karmájával való úgymond vieskodásába, illetve önmagával való vieskodásába, illetve mikor voltak néha kitörései is, ugye? De végül is úgy néz ki, hogy megnyerte a csatát, és azóta nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Hát azelőtt is voltunk sokszor, csak voltak ilyen megszakítások néha. Na hát ez a karma, hogyha ez a kettőség, ez a rák, én is a patkány, tehát, hogy úgy néz ki, mintha minden rendben lenne, és nem tudod, hogy fenn lenn az ajban mi van. Az árnyékén dolgozik. A karma. Ami az árnyékén beleül a karmába, tehát, hogy milyen jellegű karmája van mindenkinek külön-külön, és ráadásul, mivel, hogy mondom, nagyon intelligens, mind az ikrekről az hírlik, hogy intelligensek, de a patkányról is az, hogy nagyon intelligens. Tehát ez a rettenetes benne, hogy az eszét, ami a világosságot lett volna és jött volna hivatott, úgymond terjeszteni, tehát az isteni fényt, az isteni intelligenciát, a megváltás intelligenciáját, a krisztusi fényt, ugye, az beáll a karmának az értelmezésébe és a magyarázatában, hogy elmagyarázza az embernek, a gazdának, elsugalja, azt sugalja, hogy maradj csak a karmádba, úgy, ahogy te akarod, nem így van leírva persze, hogy a karmád szerint, hanem logikusan, tudományosan. Na most itt a tudomány kérdését nem lehet megkerülni.
tudományosan elmagyarázza, hogy amit ő nem akar, a kormánya szerint persze, de az nem jut olyankor eszébe, hogy az a kormánya szerint nem akarja, hogy az pontosan egy kormáját erősíti, illetve a kormánya szerint való pozitívumhoz, közben nem pozitívum, hanem annak sugallja az árnyékénye. Tetszik érteni? Iszonyú nehéz. Az hazudja neki, hogy a világon az a legintelligensebb dolog, amit a karmája szerint, tehát a karmája micsoda, az az a konstelláció szerinti ellenkezése a megváltással, ami őt blokkálja abban, hogy megváltódjon. És amiért tulajdonképpen azért jött a világra, hogy az feloldja és meghaladja, és annak a pozitív tulajdonságait legyen képes megszerezni és stabilizálni és megerősíteni saját magába. Na, tehát ez a nehéz a patkány évébe, tehát ebbe az évben, amiben vagyunk, hogy senki nem tudja, hogy a másik mit gondol, mit akar, stb. De mondom, hogy Orbán Viktor nagyon-nagyon meglep, szerencsére pozitívan, hogy ő azt mondja, hogy igen, körülbelül ezt kér, ők is ezt gondolták, hogy ezt a fogják képviselni, ugye, amit a parlament megszavazott, nyilvánvaló, de amit be fog menni, én legalábbis pont ugyan azt válaszoltam, nem mint hogyha olyan nagy politikai zseni lennék, ugye, a kérdésekre, hogy így is, igen, igen, így akarom, s úgy akarom, s én szerintem így kell, egyedül azért nem tetszett a pofamaszk, az nem tetszik, az nem egészséges szerintem. Na mindegy. Jó, tehát, de hogy nézett ki ottan Brüsszelben csomó komoly ember pofamaszkokkal ott a szájukon? Istenem! Ez az ember belegondol, hogy ilyen lesz majd a jövőnk, akkor az iszonyú, iszonyú. Remélem, hogy egyszer abba adják már. Na, most nem megyek bele a koronavírusban, nem erről szól a ügyébe, és hogy mennyire fertőzött, nem, és mennyire. Tehát azt még megemlítem, amit többször leírtam, hogy nem látok sehol világszinten például, hogy akkor tegyük oda az intelligenciát emberek, és szervezzünk olyan tömegprogramokat, ahol az emberek másfél-két méterre tudnak lenni egymástól, de sportolnak, de erősítik az immunrendszert. Még akkor is, hogyha meghagyjuk nekik a húsevés, vagy mert én is húsevő, nem én, hanem a szervező vagy a politikus, ugye? Arról nem tudunk lemondani, de legalább annyit, hogy azt meg lehetne csinálni, mert az teljesen világos. De most azt a tudósokat nem értem, hogy miért nem állnak ki azzal, micsoda manipuláció, nem? Micsoda álszentség, micsoda Janusz arc. Hát világos, hogy a fertőzés ott van, ahol a hús is van. Az mindenki számára világos már, hogy ott van, ahol a fertőződés. Ott a baktériumok ott jelennek meg, nem a karfiolba, még mondjuk az gyenge, de kiraksz egy karalábét, vagy kiraksz egy petrezselymet, vagy egy murkot, stb. Az asztalra, és tegyél egy darab húst, nézd meg 3 nap múlva, melyik nyövesedik. A petrezselymnek, özének sem, karalábénak semmi baja, a muroknak apropó Magyarországon azt sárga lépának hívják, tehát semmi baja, a hús meg van rothadva, már bűzlik, de keményen, nem? Na, és meg lehet nézni azt bakteriológiailag is, stb. És hogyha kiviszted az utcába, akkor virológiailag is állítólag. Na, tehát tiszta, mindegy, egyenek hús tovább, de legalább mozgassuk meg, vagy állnának elő a gasztroenterológusok, stb. Ugye, hogy akkor hogy kell táplálkozni, hogy az immunrendszered erősítne. Tehát röhelyes, hogy csak ezért lélegeztetőgéppel, meg szájmaszkokkal végzünk, és reménykedünk a vakcinánába. Szóval ez a kétfajta gondolkozásmód van az emberiségben jelen, ugye? Tehát az egyik a spirituális, a rendeltetésszerű gondolkozás, amit a vallás kellett volna tovább húzzon, de ő is kiegyezett sajnos a tudománnyal, és elárulta az asztrológiát. Tehát a vallás az asztrológiával párhuzamosan jött a megvilágosodásig, mindenki idézőjel szokott ilyenkor mutatni, a megvilágosodás, az elsötétedés, ugye, a tudományos, matesta tudományos elsötétedésig, addig együtt jött a vallással az asztrológia, utána, mivel hogy sok baj lett velük, a liberálisok meg mit tudom én, kicsodák a tudósok, kikezdték erősen, és akkor lett rakva az államból és minden felől, de azért gondolták, hogy csak megmaradnak a pozíciókba, és a tudománya szépen a materializmussal valahol, és a
kiegyeztek, hogy tehát a tudománynak kellenek a kincsei, kellenek az eredmény, és azt felhasználja az ember, stb. De az áltudomány, mint az asztrológia, az menjen a francba, az az ördögtől való, az ördögé, ugye? Na tessék. Úgyhogy ezt eredményezte a liberalizmust, mert már nem volt értelme, nem volt fénye a vallásnak, tetszik érteni? Csak volt benne szeretet, prédikáció, és volt egy csomó értelmetlen, misztikus dogma, és irracionális értelmezés. Nem volt ott a fény benne. A fény pontosan az asztrológia szállította neki. Ő adta. Tessék megnézni, Jézusnak a legmagasabb, a leglényegesebb, a megrázóbb, vagy hogy mondjam, kinyilatkoztatásait, amit nem is lehet érteni hétköznapi ember észre, azt mind az asztrológia magyarázat. Hát az asztrológiából vette, mert ő tudott asztrológiát. Asztrológiai magyarázata van neki. Na mindegy. Tehát a tudás és tudomány között nagy a különbség, és a tudósok most aztán tényleg nagyon-nagyon-nagyon leköpték saját magukat. Kérem szépen, professzorok nekiállnak, tehát virológusok és biológusok, orvosok nekiállnak ezért gyártani, könyörgöm, biológiai fegyvert. Nem sül le a kép a pofájukról. Biológiai fegyvert, a gyógyító. És így tovább. Hogy valahol még meg is jártam, kérem, mert megdicsértem ezt az orvos Noémit, hogy felfedezte a... Hát ő az ősöktől veszi, amit én leírtam, hogy ugyanazt felfedezte, mint én, csak nem annyira pontosan, mert én teljesen egyértelműen kimutattam az anyai ágról, tehát nem minden ősünktől örököljük, illetve, hogyha benne van ugyanaz a motivum rendszer is, ami a nagyapánkban, dédnagyapánkban véletlenül benne volt, de sokan nem is ismerik az apjukat, ugye? Nem véletlenül, de akkor is a rezonancia törvény alapján, tehát Zsák megtalálja főútján került be a családba ugyanolyan motivum rendszer is, de más is. Teljesen más, mint az, amit az anyától öröklünk van. Tehát meg kell nézni nagytatába, apukába még teljesen más, tehát vannak olyasmik is, amit esetleg én örököltem tőle, hát én ez a apámtól semmit nem tudok. Mindegy, most apámtól sokkal, mert ő nevelt, többet tudok a most apám. Hogy mondjam, több karakter van belőlem a most apámból, mint az apámból, saját apámból. De úgy, holott genetikailag például a kisfiam Bende Gusz pont olyan, mint Hugo az apám. Fizikailag, fizionómiailag úgymond. Olyan furcsa óra van, olyan érdekes ilyen. Csőröcskéje van neki, ilyen kis piszaóra, és olyan hegyes, és ilyen, na ez, amit az apámtól örököltem, ez a vonás itt, a lányaimnak is mind megvan. Mindegy, tehát a lényeg az, hogy a tudomány, kérem szépen, ezt a kettőséget fenntartja. Tetszik érteni? Tehát, hogy van megoldás, van ez a pragmatikus megoldás, hogy és azt mondja, és azt hazudja, hogy az a megoldás közben nem azért született az ember a világ. És nem csak a patkány éve jön ide be, hanem bejön a neki az ellensége, a macska is bejön ide, a macska éve bejön ide keményen. A másik Merkur által uralt konstelláció szűznek a, ugye az analógiája, mert ott jelenik meg a rendeltetéstudat, vagy helyette rendeltetéstudat, tehát a megváltástudat helyett, ugye? Mi jön be? A tudomány, az okoskodás, a kultúra, a hamis kultúra. A kultúra, amelyik már nem kultusz, hanem mit tudom én, ilyen művészkedés. Vagy művészkedés, vagy tudományoskodás, okoskodás. Tehát ez van a patkány évével, és az ikrekkel, és az árnyékénnel. Na most az árnyékénnek még inkább fészke a szűzkarma, illetve a macska évében született személyek. Én, ahogy telnek és teltek az évek, majdhogy nem minden olyan ember sajnos, akivel az elején nagyon-nagyon kellemes és kedves volt, és jó kapcsolat, és termékeny, és minden, de a szűzkarmás személyek a végén kiderült, hogy mindig valami más volt ott, másképp gondolták, másképp látták, és hogy valahol ennek következtében persze ellenségeskedtek. Mert nyilván, hogy az ellenség, ami sötétség, és ami más, hogy mondjam, ami úgymond másság, tehát most én nem,
nem a liberálisoknak a másságáról beszélek most, hanem ami belső másság, belső álság, tehát hogy én mutatok neked valamit, és belül teljesen más van, ugye az már ellenség, akárhogy is van. Tehát ezért aztán a szűznek van analogikus kapcsolat a Skorpióval, ugye, a titok, hasonlítanak is lerajzolásban, tehát grafikában, hogy az álság, ugye, csak a Skorpiónál a titkolózás, a titok az tudatos, ugye, tudatos gonoszság, hogy úgy mondjam, amíg a szűz és a ezikerek általában még az is van, hogy meg is lehet történhet. Nem tudom, mert nem voltam a bőrükbe egyiknek sem, hogy saját mag, de az ikerek bejön, mondtam, hármas házban van, hogy van, amikor az ember saját maga erről elrejti. Én tényleg van olyan, de nem komoly mély dolgokban, bár abban is bizonyára. Nem, hogy bizonyára, hanem tényleg most, hogy visszaemlékszem, volt ilyen, hogy megszívattam saját magamat. Tehát hazudtam saját magamnak, nem másnak, magamnak. És nagyon-nagyon, tehát amióta koronavírus van, azóta igyekszem nagyon-nagyon hiteles ember lenni saját magam előtt. És ezt ajánlom mindenkinek. Mert nem is arról van szó, hogy negatív valakinek a Jupiter, és amiatt kell neki állandóan, ha kell, hanem hazudnia. Hanem az van, hogy amikor az árnyékénye működteti, nem hogy amikor, tehát akit az árnyékénye működtet, nem amikor, mert állandóan is folyamatosan az árnyékénye működtet, az kérem szépen, ha akarja, ha nem, hazudik saját magának is, és akkor nem is hazugság az, hogy na most nem, hogy lehazudom a valóságot, hanem egyszerűen elhallgatás, ugye, eltitkolás, nem mondom el, hogy én igazából mit is képzelek, vagy gondolok erről az egészről. Nem is rólad, mint szeméről, hanem az egész ügyről, amit csinálsz, vagy képviselsz, vagy stb. Hogy csak félig fogadom el. És így tovább. Tehát azon még spekulálok, hogy azért hát, ha úgy lehetne ez másképp, s hát, ha mégiscsak úgy van, hogy például nőknél, hogy kisminkelem magamat, és még azért hát, ha úgy tudok hódítani, és azért mégiscsak vegyenek észre, mert így nem. Másképp nem vagyok észrevehető, hogyha nem vagyok elég fiatalos vagy elég vonzó, vagy elég, hogy mondjam, feltűnő, valami nincs rajtam. És így tovább, na most ez már árnyékén. Tetszik érteni? Tehát az árnyékén, az úgy gondolunk rá, mintha férfi lenne, de női vonás is. Sőt. Ebben most nem menjünk bele. Tehát én azt szoktam mondani, hogy én, és így is van, hogy a nőknek a nagy része az hamarabb ráérez a spirituális valóságra, és talán ezért rendelnek tőlem többen nők horoszkopot. Tehát egyáltalán nem azért, mert, mint látható, nem hízelgek én senkinek, és különösen nem a női nemnek. Bár nagyon szeretem a feleségemet is, a lányaimat is, nagyon-nagyon szeretem. Gondolom, ezt nem kell bizonygassam senkinek, ennek ez hülyeség lenne. De azzal együtt. És nem azért, mert csak hogy az enyémek, hanem általában én a női nemet szeretem, és a női nem miért. Oda is voltam valamikor nagyon, most is oda vagyok, de most már ismerem belülről a mozgató rugóját, és az például messze menően nem igaz, hogy a férfiak eleve agresszívnek születtek volna, vagy hogy a férfiak valamivel is, hogy agresszívebbek lennének a nőknél, ez abszolút, ezt tessék elfelejteni. Ez akkora hazugság, hogy nem igaz, hogy a férfiak eleve, mert hogy erősebb a hangjuk, vagy fizikumuk erősebb, vagy mert hogy ők agresszívebbek. Ez abszolút nem igaz. Na és így tovább, tehát ilyeneket már nem veszek be, és nem így, mert nem, és akkor nem is csapom be, de nem, hogyha én nem vagyok becsapható, akkor nem csapok be másokat is. Tehát itt az árnyékénnel kapcsolatosan az kell, arra kell vigyázni, és az ikrekkel és a patkány évével, mind a macska évével, majd ami fog következni, mint a 3 év múlva, nem tudom, ugye a harmadik, tehát jön utána a rák, oroszlán, és 3 vagy 2 év múlva. Most ebben nem menjünk bele. Nem tudom, mert aritmetikailag nem tudom kiszámolni, hogy 2 konstelláció múlva, az 2 év múlva lesz, nem? Tehát el kell múljon még 2 konstelláció, nem, az 3. év lesz. Jó, tehát akkor is
is nagy kavarodások lesznek, meg fogják látni. Tehát értelmezési szintjén, valóság értelmezési szintjén, mint ahogy most is, micsoda eufemizálások nincsenek, nem? A pedofiliával kapcsolatosan, stb. És itt be is zárnám, itt a pedofiliával kapcsolatosan, ami felmerült itt a nagykövet úrral, urat mondok, nem? Tehát jó, tehát egy megint furcsa, hogy miért volt szüksége a Fidesznek őt haza menekíteni, szerintem ez megint egy ilyen, közben így van egy ilyen nagyon-nagyon-nagyon balfogásuk időnként. Nem ők küldték oda, kérem, Gyurcsányék küldték oda, és nem is volt Fidesz tag, nem tudom, most a végén Fidesz tag lett-e, vagy átkeresztelődött-e, hogy ott hagyták nagykövetnek, de nem ők rakták oda. Tehát valamikor Fidesz ember volt, hogy miért kellett azt úgy gyorsan haza csempészni, és aztán rájuk sült az egész, nem értem. Tehát mi a probléma pedofiliával? Azt kérem szépen, hogy tessék megérteni, a karmikus zavar az karmikus zavar. Tehát személy horoszkópban csak annyiban különbözik a homoszexualitás a pedofiliára való hajlamtól, illetve a homoszexualitásra való hajlam a pedofiliára, hogy a pedofiliára való hajlamban még keményen bejátszik, de durván a hold is, vagy a rákkarma. Tetszik érteni? Tehát akkor már a gyermekek is bejönnek a képbe. Egyébként nem. Tehát egyébként Vénusz, Lilith persze, Vénusz, Lilith, mélekkarma, és így tovább, itt jön be a homoszexualitás. És persze a Neptunusz halak, halakkal kavarva, és így tovább. Tehát a képzeleti zavar, a karmikus. Mert a karma ott van a képzeletben, onnan jön. Nem génekben van benne, ez egy spirituális program. Ez bizonyítja megint az, hogy nem lehet az ember csak testnek nézni, és a fizikai személynek nézni. Tehát úgy kell számolni vele, mert úgy másképp nem lehet összezavarjuk a matematikát, de ezt kell számolni azzal is, ha már erről van szó, hogy egy személlyel, mikor számolunk, tehát nem több emberrel, ugye, nem szociológiát csinálunk, nem ilyesmit, hanem egy személyre vonatkozó megállapításokat akarunk hozni, akkor kell számolni azzal, hogy nem csak annyi, mennyit látok belőle, messze menően több. Hogy az sötétebb, jobb, világosabb, veszélyesebb, kevésbé veszélyes, mit tudom én, az más kérdés. Többnyire inkább sötétebb és veszélyesebb, ezt tudom én, mint asztrológus, mert azért születtünk, hogy ebből csináljunk világosságot. Nem olyan nehéz az ügy, csak hozzá kell állni. És így kell kezelni tehát a problémát. Nem a konfliktust, hanem mindent, az egész életünket. És ezzel mára befejeztem, viszlát.